Kedves kollégák, kedves hallgatók, szeretettel köszöntelek benneteket a Pécsi Tudományegyetem Kriszbaher Ildikó tehetséggondozó programja tehetségeste sorozatában. Mai alkalommal nyolcadjára találkozunk itt ebben a tanévben. Mai témánk Magyarok a világűrben és 21. század űrkutatása. Vendégeinket szeretettel köszöntöm, szeretném őket bemutatni. Köszönöm, hogy elfáradtak. Dr. Ferenc Orsolya, aki villamosmérnök végzettségű, egyébként a 2018-tól űrkutatásért felelős miniszteri biztos, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz-Földtudományi Intézetében geofizikai és űrtudományi tanszék űrkutató csoportjában is tudományos főmunkatárs. Bacsárdi László, mérnök informatikus műegyetemen, ott egyetemi docens, egyben a Quantum Informatika Nemzeti Laboratóriumnak is munkatársa, és még talán annyit az űrmérnök mesterszaknak is szakfelelőse. És dr. Nagyváradi László, kollégám a Pécsi Tudományegyetemen, egyetemi docens, aki csillagász, térinformatikus, földrajztanár, több végzettség van, de erről mindenki majd egy kicsit maga is mond részleteket. Magyarok a világűrben űrkutatás, nagyon sok izgalmas dologról tudunk beszélni. Nyilván mindannyiunknak vannak ismeretei, hírek, de azért az mégis más, hogy az ezzel leginkább érintettek, vagy a legközelebbről foglalkozóktól hallhatunk részleteket. Először is, miniszteri biztos asszony, szeretném kérdezni, egy új pozíció, ami azért a korábbi évek vagy évtizedekben nem volt általános, űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Milyen területek tartoznak ide, egyáltalán minek a fejlesztése, és mivel foglalkozik egy ilyen miniszteri biztos? Igen, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, és annak is nagyon örülök, hogy ennyi érdeklődő fiatal arcot látok. Amiért szükség volt rá, hogy nagyobb fókuszt kapjon a terület, az azt hiszem, ha valaki követi ezt a területet a sajtóban, akkor látja, hogy milyen súlyú, főleg akár a mai mindennapi események itt a kirobbant konfliktus kapcsán is jól látható, hogy egy olyan űrkorban élünk, ez nem is korszak, mert a korszaknak van eleje meg vége, itt igazából csak a kezdődátumot tudjuk, hogy hát ugye Magyarországon 1946, amikortól kezdve mondjuk az űrkutatás és az ebből származó űrtevékenység a mindennapjainknak egyre inkább a részévé válik, de mostanra már a társadalmak, a civilizációnk egyik pillérét jelenti az űrtechnológia, illetve azok a szolgáltatások, amik az űrbe helyezett eszközöknek a segítségével elérhetőek mindannyiunk számára. Amikor 2018-ban ez a terület átkerült a Külgazdasági és Külügyminisztérium koordinációjába, annak a szükségessége azért volt, mert horizontálisan kell koordinálni egy multidisciplináris területen, ahol a földmegfigyeléstől az oktatásig és az agráriumtól a biztonságpolitikáig minden területet érint. Ugyanakkor nemzetközi kapcsolatok a kulcs szó Magyarország tekintetében, hiszen nem vagyunk akkora nagy hatalom, mondjuk, mint akár Kína, hogy azt mondhatná, hogy egyedül megoldja a saját űrtevékenységét, bár hozzáteszem, hogy Kína sem egyedül tevékenykedik teljesen, tehát még akár ezek a nagyon nagy nagyhatalmak is építenek a nemzetközi kapcsolatrendszeret. Tehát a külgazdaság itt kulcs szerepet képvisel, és hogy ez a döntés ez beigazolódott, hogy helyes volt, az elmúlt 4 évnek a fejlődéséből mérhető le. Az én feladatom az kifejezetten ennek a területnek a tudományos felügyelete koordinálása, a nemzeti űrstratégiának a tető alá hozásában volt nagyon komoly munkám és munkánk, de hogy egy kis termék megjelenítést is tartalmazzon a műsor, a Magyarország és a világűr könyvet is 71 szerzővel az elmúlt 2 évben pontosan azért alkottuk meg, hogy az a kérdés, hogy mi az, hogy magyar űrkutatás, hogy ennek van-e jelene és jövője, erre ad választ ez a könyv közérthető formában. Úgyhogy az én feladatom az volt elsődlegesen, hogy ezeket az új dimenziókat megnyissam a terület előtt. Kicsit újra kellett szervezni az oktatást is, az ipart is. Nagyon sokat dolgozunk közösen Bacsárdi László professzor úrral az űrkatalóguson, ami évente jelenik meg, ahol összefogjuk azokat a cégeket és kutatóhelyeket, akik az űriparban dolgoznak. Tehát elsősorban erre kell gondolni, illetve a nemzetközi kapcsolatrendszert kellett szélesítenünk, és büszkén jelenthetem, hogy az elmúlt 4 év alatt 15 bilaterális
új kapcsolatot, tehát kapcsolati megállapodást írtunk alá 15 országgal, amin túlmenően megerősítettük az Európai Ügynökséggel és az Európai Unióval az együttműködést. Létrehoztunk egy új multilaterális szervezetet, V4 Space Cooperation, tehát a V4 tagállama közötti együttműködés. A Türk Tanács szintén megalakította az űrkutatási és űrtevékenységi együttműködését ebben Magyarország, mivel ott megfigyelő státuszban vagyunk jelen, szintén részes. Tehát azt mondhatjuk, hogy nem volt eredménytelen a diplomáciai hálónknak a lobby tevékenysége a világban. Köszönöm szépen. Ha már szóba jött, nem biztos, hogy majd oda kell adni a mikrofont, mert lehet, hogy visszakérdeznék, hogy mi a magyar részvétel. Először csak így a fő pontokban, majd bemegyünk részletekbe is. Tehát NASA, ez a Rosatom, de sorolhatnánk a japán-kínai... Rosatomot hagyjuk ki ebből, még a Roskozmoszt inkább. Roskozmosz, bocsánat. Rosszat mondtam, elnézést. Tehát amerikai, európai, orosz, kínai, japán, de tovább, tulajdonképpen mindenki, aki ezen a pályán játszik, kapcsolatban vagyunk. Milyen területeken legjelentősebb a magyar hozzáadott érték? Hol jönnék? Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint minden magas hozzáadott értékű tudás, amire a tudás alapú társadalmat mindenki építi, Csehországtól, Izraelen keresztül, Brazíliáig, hogy olyan termékeket tudjon fejleszteni, és úgy tudjon megjelenni ebben a nagyon kúráns piaci szegmensben, hogy ott tényleg az ő terméke versenyképes legyen. És szerencsére az elmúlt több mint 75 év, ugye, ami a Holdradar kísérlet óta Magyarországnak az űr tevékenységében egy nagyon jelentős szellemi örökség, erre alapot ad. Sok példát hozhatnánk, és majd nyilván lesz rá mód, hogy erről részleteiben beszéljünk, akár a Hungarian to Orbit, azaz a Hunor program keretében most fejlesztendő műszereket is elővehetjük, de például a dózismérés tekintetében Magyarország világ első. Olyan örökség az, hogy a pille dózismérés fel- és upgrade-elt változatai folyamatosan jelen vannak 1980 óta a világűrben, amit nem tud más műszer elmondani, nemzetközi mezőnyben sem. Tehát ez az eszköz jelen pillanatban is a fejünk fölött van, két példánya is egyébként az ISS-nek az orosz modulján, és minden űrhajós, aki mért dózist az űrállomáson, használta a pillét, akár orosz, akár amerikai legénységről van szó. Ezek azok a kitörési pontok, amiket meg kell ahhoz erősítsünk, hogy a most robbanásban lévő ágazatban a jövőben is jelen legyünk, hogy mekkora dinamizmus van a területen. A Morgan Stanley becslése szerint most olyan 350 milliárd dolláros az űripar volumene, és ez fel fog nőni 1100-1200 milliárd dollárra 2040-re. Tehát ez alsó hangon. A megtérülési arány pedig az Európai Ügynökségnek az adata az 1:6, tehát egy befektetett pénzettség 6-ot fial, hogyha jól fektetik be. Tehát ugye Elon Muskot, majd más multimilliárdosokat mondhatnánk, ők nem kifejezetten önzetlen filantrópiából fektetnek az űriparba. De az osztrák pályázati számokból azt látjuk, hogy akár 1:10 volumen is elérhető. Tehát felelősen Magyarország nem mondhatja azt egy olyan területre, ahol egyébként komoly előzményekkel rendelkezik, hogy nem akar ezzel foglalkozni. Ráadásul az egyetemeink, többek között egyébként a Pécsi Tudományegyetem, szintén komoly műhelymunka folyik itt számos területen az űrrel kapcsolatosan, nagyon komoly verseny előnyre tudnak akkor szert tenni, tehát versenyképességük növekszik a listában, hogyha élő programokba kapcsolják be a hallgatókat, akár első kézből kapnak a hallgatóik adatokat, és nem pedig kísérnek más nemzetközi programokat oldalról megfigyelve az eseményeket. Ha már pénz, akkor állami nagyságrendekre gondolunk, de itt azért elhangzott Elon Musk is, vagy tehát a magánszektor. Magyarországon is vannak magánvállalkozások, kisebbek vagy nagyobbak, akik érdekeltek, vagy ez csak állami finanszírozási privilégium? Hogy ez ebben úgy indult valaha, tehát amikor elindul ez a történet, és még ugye Sputnik van, meg Gagarin, meg az első nagy pionírok mindkét oldalon, akkor még valóban főleg állami tevékenység. De ez mára pont amiatt, hogy nagyon profitábilis, és nagy innovációt igényel, viszont komoly visszatérülése van, teljes joggal vonzotta be a profit-orientált magáncégeket és magánvállalkozásokat, tehát a világon most már a hibrid modell az általános, tehát általában a komolyan részt vesznek a magán tőkeerős magáncégek a területen.
Azonban, mivel kritikus infrastruktúráról beszélünk, hogy mennyire, azt ugye most érzékeljük, amikor például aggódunk azért, hogy nehogy esetleg a GPS vagy bármely más szolgáltatás mondjuk megsérüljön egy konfliktus következtében. Ilyenkor látjuk azt, hogy bizony sérülékenyek vagyunk, ezek kritikus infrastruktúrák, tehát innen teljes mértékben az állam nem vonulhat ki. És Magyarország is ezt követi, tehát ahogy a nemzeti űrstratégiában ezt le is fektettük, például a magyar műholdas képességek növelését olyan konstrukcióban szeretnénk elképzelni, amely cégben állami és magántőke is jelen van, és ilyen módon mind a magyar állam érdekei, mint pedig a haszon megtérülése az elérhetővé válik. Ha már műholdak, rengeteg van, majd egy számot biztos hallunk, hogy hány műhold is van, vagy hány műhold törmelékkel kering még, de hát ezek különböző méretűek. Tehát műhold, valamelyiket látjuk, és az ISS-t lehet néha figyelni, hogy csillognak a pontjai percekig itt az égen, de hát vannak kicsik, meg egészen kicsik. De mennyire kicsi az a kicsi? Azt olvashatjuk, hogy ennyire kicsi, vagy 1 kiló, vagy 10 kiló, vagy nanoműhold, meg pikoműhold. Szóval mi a modern most, vagy mik a menők manapság? És ezekben hol jelenik meg? Szóval mi a magyar részvétel? Hangzott is el valamennyi, de hogy ezekben hogy tudunk most jelen lenni? Ugye elhangzott az, hogy ha műholdakat készítünk, akkor különböző méretű műholdakat tudunk gyártani, és mindezt különböző darabszámba tudjuk megtenni. Magyarországon a Műegyetemen került kifejlesztésre az első magyar műhold. Ez egy 10x10x10 cm-es műhold volt, a MASZAT 1. 10 évvel ezelőtt, 2012-ben került föld körüli pályára. És a MASZAT 1 története után sokat gondolkodtunk azon a Műegyetemen, hogy mi lehetne a következő lépés. Többen azt mondták, hogy nagyobb műholdat lenne érdemes építeni, de mi a Műegyetemen szeretnénk összekapcsolni az űrtechnológiát az oktatással, és ezért merült fel az ötlet, hogy készítsünk még kisebb műholdat. Úgyhogy a világ első ténylegesen működő pikoműholdja az 5 centi összesen, majd 5x5x5 cm-es kis műhold. Az a Műegyetemen készült, 2019. decemberében a Mikulási ajándékként került föld körüli pályára, aztán 2021. márciusában pedig a másik ilyen kisméretű pikoműhold pálya. És szintén tavaly márciusban került a föld körüli pályára egy másik magyar közreműködésű kis műhold, abban pedig az ELTE-nek is közreműködtek a szakemberei, amit pedig majd fel akarnak használni arra, hogy a gravitációs hullámokkal kapcsolatos méréseket hajtsanak végre. Szóval számunkra, mint mondjuk Műegyetem, azért érdekes a műhold fejlesztés, mert meg tudjuk nézni azt, hogy ténylegesen hogyan is működnek az elméleti papíron leírt dolgok a gyakorlatban, hogyan kell elhelyezni napelemet, hogyan kell megoldani az energiaellátást, a sugárzásvédelmet és nagyon sok minden más. Az, amit itt a miniszteri biztos említett, az átalakuló űrszektorral kapcsolatban, egyébként ez megjelenik a műholdaknak is a világába, hogyha valami számot kellene mondani, akkor a föld körül keringő műholdaknak a számát azt olyan 4200 aktív műholdra becsültük 2019 májusáig, amikor egy jelentős fordulat állt be a műholdaknak az életében, Elon Musknak köszönhetően, aki úgy döntött, hogy megépíti a Starlink rendszert. Erről nyilván van egy véleménye a csillagászoknak is. 1957 Sputnik 1 indítása óta az űrkorszaknak az első 60 évében mondjuk 8000 műhold űreszköz került föld körüli pályára. Elon Musk 2019 májusától kezdődően úgy döntött, hogy 40 ezer műholdat fog föld körüli pályára állítani, és egyelőre nincsen senki se, aki ebben meg tudná akadályozni, mert hogy van saját rakétája, a Falcon rakéták, a segítségével ezeket a műholdakat föld körüli pályára tudja állítani. Most az ukrajnai háború kapcsán is előkerült, hogy a Starlink szolgáltatást aktiválta is a Ukrajna számára, tehát egy globális szolgáltatást tud nyújtani műholdak segítségével. De nem ez az érdekes, nem abban gondoljunk bele egy pillanatra, hogy régebben az történt, hogy kitalálta valaki, hogy szeretne egy műholdat, megrendelte, eltöltöttek a szakemberek, a cégek több hónapot, évet, nagyon sok évet is néha bizonyos esetekben arra, hogy elkészítsék az egy darab műholdat, ez pedig föld körüli pályára került. Most azáltal, hogy akár az Elon Musk féle Starlink rendszer, akár
a Brit OneWeb, akár még nagyon sok egyéb ilyen műholdas konstelláció építés alatt van, a műholdakból is már tömegcikk kezd válni, és ezeket tízesével, húszasával, százasával gyártják hetente, és bocsátják föld körüli pályára, forradalmasítva mindazt, amit a világűről gondolunk. Csak még egy ehhez kapcsolatos gondolat, hogy csak átérezzük ennek az izgalmát, ami most itt a 2010-es, 20-as években van. Régen, hogyha fel akartunk juttatni a világűrbe valamit, akkor építettünk egy rakétát, vagy megbíztunk egy rakétaépítő céget, ő elkészítette a rakétát, rátettük a műholdat, vagy az űrszondát, a hasznos terhet, és földkörüli pályára bocsájtottuk, vagy akár elindítottuk, hogy a naprendszert felfedezze számunkra, és a rakéta az igazából megsemmisült az indítás után. Ezt úgy kell elképzelni, mintha elmennénk a budapesti repülőtérre, ott felszállnánk egy repülőjáratra, mondjuk elutaznánk Párizsba a repülővel, leszállunk a repülőről, és az nem indul vissza Pestre 20-30 perces fordulóval, hanem ott megsemmisítik a reptéren, és várni kell jó pár évet, míg építenek egy újabb Boeinget vagy egy Airbust, hogy vissza tudjunk jutni Budapestre. Gondoljunk bele egy pillanatra, hogy mennyibe kerülne így egy repülőjegy, ha egy repülőgépet csak egyszer lehetne felhasználni arra 200 utasra. És ez volt az űrkutatásban, az űrtevékenységben, egészen addig még nem kezdtek el újra felhasználható rakétákat építeni. Ez is többek között Elon Muskhoz, vagy az ő nevéhez kapcsolódik, úgyhogy nem csak piros tesztrákban jó, hanem újra felhasználható rakétákban, és ezáltal a hasznos tehernek a felbocsátási költsége az így zuhan meredeken lefele, mint a rubelnek az árfolyama napjainkban. Szóval így egyre olcsóbb és olcsóbb lesz az, hogy feljuttassunk valamit a világűrbe, és ezt forradalmasítani tudja azt, ahogyan az egész űrtechnológiára tudunk tekinteni. Ha végignézek itt magunkon, akkor ugye ELTE, Műegyetem, Pécsi Tudományegyetem, tehát egyetemeken vagyunk, oktatás. Oktatunk mi űrtevékenységgel kapcsolatos dolgot, vagy mit oktat a magyar felsőoktatás, hogy mire készül, és mi történt ebben a hónapban? Erről mondjatok pár szót, tegyetek szívesek. Igen, tulajdonképpen nagyon érdekes dolog egy tudományegyetemen, ahol kutatás, oktatás folyik, azt látni, ami mögött én ugye benne voltam ebben, mint megbízott, hogy micsoda munka volt az, hogy nem egy egyetemet, amit rektor, helyettesek, kancellárok, dékánok, karok, oktatók irányítanak, hanem 18 intézményt összehozni. Ez egy döbbenetes nagy dolog, és rávenni arra, hogy közös képzést indítsanak. És itt jönnek képbe önök, tehetséges fiatalok, akik jelentkezhetnek olyan képzésre, hogy ő az űrrel kapcsolatos digrit, vagy hát mondjuk így OK-t és papírt kapnak. És itt lehet a filosztól, tehát a bölcsészektől kezdve az anyagtudomány, a geológusok, a geofizikusok és sok más űrjog kapcsán lévő ember is bekapcsolódhat. És ezt már szeptemberben a tervek szerint indítanánk olyan 3 fél éves képzésben, szerezhetné meg a kreditet bárki, aki ugye hát nyilván felsőfokú végzettséggel rendelkezik, amely online módon, a Covid azért bizonyos haszonnal is járt, már elnézést, hogy ezt mondom, megtanultunk ugye online térben is bizonyos dolgokat, tehát meghallgathatja a Debreceni Egyetem professzorát, vagy az ELTE-jét, vagy a SOTE-jét, és felveszi a tárgyat, és megtanulja. És olyan képzéseket itt most puskázok, hogy jól mondjam, olyan oká és papírokat szerezhetünk, hogy például világűr politikai szakértő. Itt éppen miniszter biztos asszonnyal beszéltünk múltkor, hogy amikor kimegy az ESA-hoz tárgyalni, és szakember, űrkutató, mérnök, de hátra kell nézni egy jogászra, hogy akkor most írhatom, bólinthatok? Tehát itt lesznek önök között is olyan szakemberek, vagy lehetnek, hogyha jelentkeznek ilyenre, és nem arról van szó, hogy elmegyünk a világűrbe, és az űrállomásra majd súlytalanságban ott leszünk. Lesz ilyen is, de a nagy része pontosan nem erről szól ebben az űrképzésben, hanem ahogy mondtam, űrtáplálkozási és egészségtudományi szakember, ilyen végzettség, űrtechnológiai szakember, aztán élettelen természettudományi űrszakember szakirányú továbbképzések. Tehát ugyanolyan kreditalapon megszerezhetik ezt a plusz képzést, amelyben óriási piaca lesz. Tehát most akár ESA, NASA, Roscosmos, vagy Kína, vagy bármi,
Tehát azért a világűrből látjuk, hogy csak egyetlen föld van. Én ugye Farkas Bertalannal korábban találkoztam egy párszor, jött le Pécsre, hát meghívtuk, és persze, hát akkor ki lehetett űrhajós repülőpilóta, legalább százados, 32 épp foggal, de olyan érdekes volt, amikor 86-ban el akartam menni, még a MANT keretében, meg a TIT keretében megmérni a Föld kerületét, ahogy Eratosztenész tette 2000 éve, és hát pénzt kerestem a repülőjegyre. És kimentem Komlóra, és hát mondták, hát ilyenre pénzt, hogy megmérni a Földet. És Farkas Bertalan épp akkor látogatott Komlóra, és mi kezet fogtunk, ismertük egymást korábbról, és akkor mondták, ismerik egymást? Igen, jó, adunk 3000 forintot, ennyi volt a repülőjegy, hozzáteszem. Tehát ma is van egy fétise annak, ha valaki a világűrben jár. És tényleg ezzel el lehet varázsolni az óvodáskorú gyerekektől kezdve az egyetemistákig, vagy a szakemberekig mindenkit, hiszen nagyon sok mindent megtudunk a világűrből, és azok a területek, amit a PTE is zászlajára tűzött, hogy például innovációs űrorvoslás, vagy gyógyszergyártás a nulla gravitáción, hogy mennyire másként működik, akár a beszédtechnikánk. Itt olyan sok érdekes dolgot hallottam, ugye itt azért 2 éven keresztül ilyen online konferenciákon vehettem részt, úgyhogy teljesen széles a skála, és az ember nem is hinni, hogy mekkora szolgálatában van a Földnek az űrkutatás, amit hát most reméljük. Nagyon sok érdeklődő van, úgy hallottam, itt Orsolya tud ebből többet mondani nyilván, de amire még visszautalnék, hogy azt mondta Bertalan annak idején, az volt a döbbenetes látvány, persze idézett az ember tragédiájából, és voltak nyilván ihletett mondatai, de hogy nem látszanak a határok, amiket kitaláltunk. Tehát a világűrből a Föld, az szép, egy szép kék golyó, és ezt kéne talán mindenkinek átélnie. Még Bacsádi professzor úr majd befejezi, hogy a Műegyetem mivel rendelkezik külön is. Tehát valóban említve ezt az új, teljesen új a felsőoktatásban először, most ez egy kísérleti fázisban lévő konzorciális együttműködést. Ez tényleg azért fontos, mert az interdisziplináris jelleg miatt az élettelen természettudományok, élő természettudományok, műszaki és informatikai tudományok, illetve társadalomtudományok együttesére próbálunk egy generalista szemléletmódú szakirányú továbbképzést adni. Ugye itt a társadalomtudományoknál el lehet mondani a jogi kérdések, tehát a jogász képzés, a közgazdaság, ez egy teljesen új gazdasági szektor, a földfelszíni gazdaságtól eltérő tulajdonságokkal, nagyon magas kockázati, high risk terület, ugyanakkor viszont a megtérülés is nagyobb, tehát máshogy kell a modellekkel dolgozni. És hát a társadalompolitikai következmények, vagy a biztonságpolitika, illetve a diplomácia területe is úgy szintén itt belép a képbe. De ezen túlmenően a Budapesti Műszaki Egyetemen, vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetemen, de hát nekem alma máterem, és ez már műegyetem marad, ott az űrmérnök szakirány fogja mostantól össze mindazon tanszékeket, akik évtizedek óta dolgoznak a területen és alkotnak, ahogy el is mondta a tanár úr az előbb, illetve az ELTE-n, a TTK-n az űrkutató szakirány, ahol magam is oktatok, ott pedig az ELTE hallgatóinak egy MSC képzése áll rendelkezésre, de most ez az új képzési platform országosan kinyitja azt a lehetőséget, hogy felsőfokú végzettség után be lehessen lépni erre a területre. És akkor egy mondatot még reagálnék, mert azt elfelejtettem, volt a kérdésnek egy első fele is a nemzetközi kapcsolatrendszer, hogy hogyan Magyarország hogyan építi ezt fel. Elsődleges primer partnerünk Európa. 2 multilaterális szervezettel, az Európai űrügynökséggel, illetve az Európai Unió. Ez a 2 szervezet, ez nem teljesen azonos halmazt jelent, például Norvégia, Svájc vagy az Egyesült Királyság az Európai űrügynökségnek tagja, az Uniónak nem, és nem teljesen fedik, de nagy átfedésben dolgoznak, és mindkettőnek megvan a maga űrprogramja, Magyarország mindkettőben jelen van.
és szeretnék minél nagyobb megtérüléssel visszahozni például az Európai Unióban is a Horizon programban rendelkezésre álló innovációs forrásokat. Ehhez az szükséges, hogy itt olyan kutatóhelyek, innovációs központok, illetve cégek legyenek aktívak a területen, akik ezekre a projektekre érvényes pályázattal be tudnak jelentkezni. Ezen túlmenően a Roscosmos-szal szintúgy sok évtizedre visszanyúló jó kapcsolatunk van, még az Interkozmos időkből. Szeretném jelezni, nagyon nehéz ebben a mai feszült politikai helyzetben, amikor egy ilyen nem várt erős konfliktus robban ki Európában, úgy beszélni mindenről, hogy ne üsse át ez a konfliktus, ne hassa át, de akkor is szükség van rá, nem irányíthatja ezt a területet a földfelszíni konfliktus, ahogy az előbb professzor úr említette, valóban onnét föntről nézve a Földünk egy egységes, zárt rendszer, és nem, tehát mi egy az univerzum számunkra rendkívül barátságtalan közegében, egy zárt rendszerben ezen a bolygón élünk és létezünk. Tehát eddig szerencsésen az űrtevékenységet, mondhatni még a hidegháborúban is elkerülték ezek a konfliktusok, a Soyuz-Apollo program gyönyörűen tudott működni akkor is, amikor a nagyhatalmak egymással nem nagyon beszélgettek. Rossz látni azt, hogy most nagyobb hangsúly van most már sajnos ezen a területen is, és bekerült ide is ez a konfliktus. Én nagyon-nagyon remélem, hogy annyi józanság lesz az itt dolgozó szakemberekben, hogy ez nem fog tovább eszkalálódni. Tehát nagyon sok partnerintézményünk van nyilván az egyébként űrnagyhatalomnak számító Oroszországgal is, de rendkívül fontos partnerünk az Amerikai Egyesült Államok. A Hungarian to Orbit Hunor programban az Axiom Space magánvállalattal és mögötte a NASA-val valósítjuk meg a magyar kutató űrhajósnak 2024 első negyedévében tervezetten a repülését és a küldetését, és a 15 tagállam, vagy 15 ország, akikkel együttműködést kötöttünk, tényleg globális, tehát Brazília, Izrael, Szingapúr, Törökország, Finnország, Franciaország, Portugália, Dél-Afrika, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek, tehát tényleg egy nagyon széles skála. Borzasztóan intenzíven dolgoznak ezen a területen az országok, velünk összemérhető gazdasági erejű és lakosság lélekszámú országok is nagyon komolyan investálnak a területre, úgyhogy ezeket a kétoldalú együttműködéseket azért kívánjuk felépíteni, hogy teret nyissunk a saját szakembereink számára az együttműködésben. Nem csak valóban az egyetemek szerepe megkerülhetetlenül fontos, azonban az egyetemek mellett most már több mint 40 cég van, akik részben vagy egészben a területen dolgoznak és az űriparból élnek, tehát a szakemberek felvevő piaca is, ha úgy mondhatjuk, fokozatosan növekszik. És még egy kiegészítő gondolat hozzá. Ugye elhangzott az, hogy a hazai űrkorszakot az 1946-tól számítjuk a Bajs Zoltán féle holdradar kísérlettől, tehát 76. évünket tapossuk, mint hazai űrkorszak. Elhangzott az is, hogy több mint 40 olyan cég van, cég, illetve szervezet, ahol most is a hazai űriparhoz kapcsolódóan tevékenységet végeznek emberek. De egészen idáig nem volt országos űrképzés, ezért van hatalmas jelentősége annak a konzorciumnak, amiről itt elhangzottak az előttem szólóktól is információk. Csak ebben még egy pillanatra gondoljunk bele, hogy tehát hiába van mondjuk 200-300 fő Magyarországon, aki űriparral foglalkozik, vagy űriparban dolgozik, űrkutatáshoz kapcsolódóan dolgozik, ő vagy nem ilyen végzettséget szerzett, vagy külföldre kellett mennie tanulnia, és ott szerezte meg a végzettséget, és onnért jött vissza. De most már 4 különböző területen tudunk továbbképzést kínálni, BSC szakot, vagy mesterszakot végzett embereknek a számára. És hát 17 egyetem közreműködésével van mindez, ami lehet, hogy így nagyon furának hangzik, hogy itt ülünk hárman, és azt hangoztatjuk, hogy 17 egyetem van mögötte, de higgyétek el, hogy már egy egyetemmel is nagyon nehéz elindítani egy oktatási programot, 17 egyetemmel együtt pedig még nehezebb ugyanezt megtenni. Mi, mint műegyetem, elindítottunk egy másik oktatási programot, ez az űrmérnök mesterképzés, ami egy egyemesszé, amire természettudományi végzettséggel, vagy mérnök végzettséggel, vagy informatikus végzettséggel lehet érkezni. Ez egy jóval szűkebb szegmenst szolgál ki, mint a 17 egyetem közreműködésével zajló dolog, de azért indítottuk el ezt a képzést is, hogy próbáljuk az utánpótlást megtermelni a hazai űripar számára, mert egyre
különlegesebb területeken tud megjelenni az űrszektor. És hogy mondjak egy példát, régebben eszközöket készítettünk, mint mi is a Műegyetemen, de most már van több olyan ismerősöm, aki startup cégeket alapított azért, hogy mondjuk feldolgozzon műholdas adatokat. Vagy van olyan ismerősöm, egy amerikai srác, aki alapított egy startup céget 2009-ben, egy földmegfigyelési műhold, aminek a segítségével a világűrből tudunk a földről felvételeket készíteni, az 1-2-3 millió euróba is kerülhet. Neki volt egy ötlete, hogyan lehet pár tízezer dollárból földmegfigyelési műholdat készíteni. Alapított rá egy a mai szóhasználattal egy startup céget. Most már van 200 műholdja, és ők lettek az egyik legnagyobb földmegfigyelési cég. Az egyetemről kvázi frissen kikerült ember alapította meg egy ehhez hasonló kávézóban, csak nem egy így ülve, mint ahogyan ti ültök, hanem egy asztal mellett sört fogyasztva beszélték meg a cégnek a részleteit. Úgyhogy nagyszerű, vagy egy kis jó ötlettel nagyszerű dolgokat lehet alkotni itt ebben az új űrkorszakban. Ezt nagyon jó volt hallani. Még egy pillanatra hagyd térjek vissza, vagy hagyd kérdezek vissza erre a képzésre. Mikor indulna ez, és milyen nyelven tervezzük, vagy van tervben? A képzésnek most van folyamatban az akkreditációja. Terveink szerint mind a négy Gestor egyetem, aki itt a képzést gondozza, az meg fogja hirdetni ezt a képzést 2022. szeptember 1-től, úgyhogy július-augusztus hónapban lehet rá jelentkezni. Lehet rá jelentkezni a társegyetemeknél is. És úgy működik ez a dolog, hogy egy BST vagy mesterszakos képzésre vannak a felvi.hu-n különböző jelentkezési határidők, mert ez egy szakirányú továbbképzés, ezért erre másféle jelentkezési szisztéma vonatkozik. A képzést először magyar nyelven fogjuk elindítani, és utána pedig bízunk abban, hogy minél hamarabb át tudunk állni az angol nyelvű oktatásra, pont azért, hogy fel tudjuk használni azokat a kapcsolatokat, amikről miniszteri biztos asszony is beszélt itt a különböző nemzetközi kapcsolatokat, intézményeket illetően. Ez nyilván annyira nemzetközi a program, hogy az angol szakkifejezés, egyáltalán az angolul való oktatás is nyilván érdeklődés lenne itthon is, tehát nem csak az, hogy külföldiek jönnek és számukra angol, hanem hát a magyar hallgatók számára is. Ez nagyon fontos lenne. Bajzoltán neve elhangzott, meg a Föld, Hold, Radar, Visszhang. Hadd kérdezem meg, kinek mond ez valamit? Csak így statisztikát. Kamera most nem látja, ki jelentkezik. Körülbelül. Igen. Akkor a Radar Visszhangban mondjuk róla pár szót. Akkor egy pár szót mondunk Baj Zoltánról, Simonyi Károlyról, meg a Holdradar kísérletről. Nagyszerű korszakos zsenik. Azt javaslom, ugye hát ez a generáció már úgyis mindent azonnal sokszor óra közben, vagy előadás közben lecsekkol az interneten, ami nagyon helyes. Ez egy kellően ösztönző dolog, hogy az ember próbálja minél pontosabban mindent elmondani. Az a helyzet, hogy a radart eleve a második világháborúban milyen meglepő katonai célokból kezdtek kifejleszteni elsősorban, és négy ország jutott el odáig, hogy önállóan fejlesztett ki működő radart. A Német Harmadik Birodalom, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország. És ebből két nemzet volt képes arra, hogy megmérje radarjellel a Föld és a Hold közötti távolságot, az Egyesült Államok és Magyarország. Ez papíron most úgy néz ki, hogyha a száraz dátumokat nézzük, hogy első Egyesült Államok, második Magyarország, de ha mögé nézünk, akkor nem ilyen egyszerű ez a kép. Ugyanis Baj Zoltánék előbb lettek kész a kísérleti berendezésükkel, és érdemben már ott tartottak, hogy a kísérletet is sikeresen megcsinálják, amikor megérkezik Budapestre a front, és egész Budapestet szétlövik. Ugye nem vagyunk történészek, nem a feladatunk, de erődnek nyilvánították a várost, és ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve egy elképesztő rombolás vette kezdetét, és ennek áldozatául esett ez az egész kísérleti berendezés is. Jól emlékszem, hogy 2,5 méteres hullámhoz, vagy neked, hogy... Igen, de hát most nekünk is ezt ellenőrizni kéne, hogy mekkora hullámhosszon zajlott volna az eredeti mérés. És ami a nagyon-nagyon fontos ebben a történetben, hogy miért bonyolult ez a kérdés, mert ugye ez elvileg egy egyszerű sztori, a radar, kiadok egy rádióimpulzust, az visszaverődik, és én hallom. Hát hogyha ezt egy delfin meg tudja csinálni, ugye, hát akkor az annyira nem lehet bonyolult, egy denevér.
a fülével mindenfélét, ugye ilyen reflektált jeleket észrevesz, oké. Csak hogy itt ugye át kell mennünk az atmoszférán, utána ez el kell menjen tőlünk 380 ezer kilométerre, most ilyen satsz per kb. A hold távolsága, meg vissza ugyanez, és még egyszer át az atmoszférán. Tehát innentől kezdve a feladat nem bonyolultabb, mint megtalálni egy tűt a szénakazalban. Tehát megtalálni abban az elképesztő akkumulált zajmennyiségben a jelünket, ez nem triviális. Vagy nagyot túl teljesítményen adok, mert gazdag ország vagyok, mint az Amerikai Egyesült Államok, és jó nagy adó teljesítményen van, és jó nagy antennám, vagy okosnak kell lennem. Ez volt az utóbbi a magyar mérés. Na és a lényeg az, hogy, és itt szeretném fejlődni a figyelmet, és ha szabad ilyen moralizáló üzeneteket átküldeni a fiatalságnak, akkor most ezt én megragadnám az alkalmat, hogy megtegyem, hogy az egész csoport, még Simonyi Károly is azt mondja, hogy romokban van a város, az összes híd a Dunába robbantva, hagyjuk abba. Most, na itt van a pont, adjuk fel, ezt engedjük el, ezt a sztorit, és menjünk és takarítsuk össze a Műegyetemnek a romjait. És ekkor azt mondja Baj Zoltán, mert vizionárius ember volt, mert víziója volt, és mert korszakos zseni volt, hogy nem. Romokat bárki el tud takarítani, de a holdat csak mi tudjuk megradarozni. És ez egy elitista, nagyképű mondatnak tűnhetne, de ebben volt a legnagyobb kutatói alázat. Mert ő tudta azt, hogy egy nemzet felépítését nem csak a téglafalak, nem csak a hidak, és nem csak az utak jelentik, hanem a kiművelt emberfők, és a tudás, és az innováció is. És abban csak ők tudtak lépni. Ezért összeszedi újra a társaságot, nekiállnak, és újra a semmiből összerakják az egészet, és így csúsznak pár hetet Amerikához képest. Úgyhogy ez az ezüstérem, ez egy arany, kérem tisztelettel, legalábbis nekünk. És mellette azért van egy abszolút aranyérmünk is, ebben a sztoriban azt mondja, professzor úr részletesen elmondja, annyit mondjuk, hogy korrelációs vételtechnika, és át is adom a szót a tanárnak. Rám bízza. Tehát korrelációs vételtechnika. Tehát ugye itt van az a pillanat, hogy oké, hogyan vakarjuk ki a tűt a szénakazalból? Honnan látom abban az elképesztő beömlő szélespektrumú zajban, hogy hol az én jelem? Egyetlen egy eszközünk van, hogyha tudjuk, hogy mit adtunk ki. Ugye? Tehát fogom, és valahol nekem tudnom kell, hogy mit keresek. És akkor már úgy könnyebb megtalálni. Nem véletlenszerűen mérem, hogy mikor jön vissza valami. És ezért van az, hogy analóg módon, mert akkor még nincs digitális mintavételezés és számítógépek, hanem teljesen analóg késleltető módon, többféle késleltetéssel, a saját jelemet eltárolva folyamatosan szorzok, egy korrelációt számítok, egy egybeesést nézek a matematika nyelvén, hogy mikor a leginkább hasonlít a leginkább a visszaérkező jelem arra, amit én kibocsátottam. Ez zseniális. És ez lett a mai hírközlés elmélet alapja, a rádiócsillagászat alapja, mai napig használják a korrelációs detektort, ma már nem analóg módon, hanem digitális módon, de az, hogy ráadásul ezt analóg módon megcsinálták, ez azt gondolom, hogy önmagában is dicséretes. Ezeket értékeljük a helyi értékén, mint hogy azt is az elején elfejtettem mondani, de most bepótolom, hogy az egész világ, a világűr határát, ami 100 kilométerrel van a Föld fölött, Kármán vonalnak hívja, a mi Kármán tódorunk után. Az emléktáblája ott van a Szentkirály utcában, a 8. kerületben, ott lakott jó sokáig, aztán megalapította a Jet Proposal Laboratorit, és Theodor von Kármán Visitor Centerben lehet menni a GPL-hez, hogyha valaki meg akarja nézni. Tehát azt gondolom, hogy amikor az a kérdés elhangzik, hogy mit keresünk mi a világűrben, inkább az a kérdés, hogy miért nem csináltunk eddig többet? Tehát miért hagytuk, hogy 30 évnyi feledés, meg passzivitás ekkora porréteget rakjon rá. És nagyon is időszerű volt az, hogy újra aktiváltuk. Meg kell, hogy mondjam, hogy ennek, ahogy te is ezt mesélted és láttad is, minden nemzetközi fórumon úgy köszöntenek minket, hogy a visszatérők, hogy örülnek, hogy na megint itt vagyunk. Tudják, hogy milyen sokat alkottunk, és tudják, hogy milyen zseniális tudósaink vannak az Európai Ügynökségben is, és így lehetséges az, hogy az első pillanatban, amikor végre az állami források is kellő értékben megérkeztek a területre, hozzáteszem, a csehek még mindig jóval előttünk vannak, de a lengyelekkel már összemérhetőek a költségvetési számaink, akkor azonnal be tudtunk kerülni az összes nagy európai ügynökségi misszióba. Mindenhol van nagyon komoly és jelentős magyar kontribúció. És ezt nem lehet tovább vinni, csak akkor, ha megvan az utánpótlás, és ezért vannak itt önök, hogy folytassák tovább. Tehát az az áldozatos munka, amit évtizedek alatt a tudósaink mindent összerakva végigvittek, átvitték ezt a területet a halál völgyén, ha szabad így fogalmazni, azt most már az utánpótlás képzéssel megerősítve kell folytatni.
Köszönöm szépen, ha már a visszatérés és az űrbe visszatérés, ez a személyeket is jelent. Ugye Farkas Bertalan 42 éve járt májusban világűrben. Talán nem találkoztam olyan sokat vele, mint Nagyváradi tanárul, de élénken emlékszem 2010-ben itt volt a szomszéd épületben, a BTK-TTK kampuszon a nagy termünkben, és az évfordulót ünnepelve meglátogatott minket. De hát ez 42 éve volt. Volt utána még magyar a világűrben, hogy magyar származású, de ha most Simonyakról beszélünk, hát mondhatjuk, hogy Charles Simonyi, de nekünk ugye Simonyi Károly, tehát az előbb említett professzor úrnak a fiáról van szó, aki 2007-ben, 9-ben is űrturistaként volt fönt, kétszer is, és hát most vagyunk itt a következő lépésnél. 24, 25, mikor jön a következő magyar űrhajós? Egyáltalán hogy lesz az emberből űrhajós? Tehát tudjuk, hogy 32 foga kell, hogy legyen, vagy már nem biztos, hallottuk, de mégis azért van valami képünk róla, vagy nem is biztos, hogy tudjuk, hogy milyen mentális, fizikai képességek, szakmai tudás, tehát kiből lehet űrhajós? Ja, mindjárt át is adom majd a többieknek is a szót, de gyorsan, tehát ez 24. Azért kell úgy mondani, hogy 24-25, mert ez a világ, ez a késésekről szól, és nem azért, mert ezek tervezhetőek. Hát most látjuk azt, hogyha egy start kimarad bármilyen okból, akkor ugye, mint egy dominó, tol mindent maga előtt, tehát egyszerre nem lehet fönn bizonyos mennyiségű embernél több az űrállomáson, és így tovább. Jó, igen, egyszerre nem lehet fönn bizonyos mennyiségű embernél több. Úgyhogy ezért az egy misszió csúszása mindenkit csúsztat arrébb a táblán, de ez 24Q1, tehát ez az irányszám, vagy a célszám, a tervezett szám, de legkésőbb 25, már azt is hadd mondjam, hogy mivel sajnos nagyon kellemetlen üzengetések zajlanak az ISS körül most, aminek egyébként a nagy része csak hang, ezt azért tegyük hozzá, tehát higgadság, nyugalom, nem eszik ezt ilyen forrón, de ha bármi történne, akkor is maga az Axiom Space van azzal megbízva az Amerikai Egyesült Államok és a NASA részéről, hogy kezdje el és építse meg az évtized közepére a teljesen amerikai űrállomást, tehát biztos, hogy lesz hova dokkolni az űrhajónak, ez nem kérdés. Hogy kiket keresünk, a kiírás szerint elég komoly volt már a kiírás is, 244 nagyon-nagyon komoly és értékelhető valid életrajz érkezett, sok ezren küldték el az anyagaikat, de 244 került be abba, akik értékelhetőek voltak. A legjobb 100 tudta az első online aptitude teszteket kitölteni, nagyon kemény volt, innen 48 ember megy most tovább személyes jelenléttel a tesztelés központba az Európai Ürügynökséghez, akikkel együttműködésben folytatjuk és validáljuk az egész processzust, és akiket onnan visszakapunk, azok így folyamatosan még a magyar orvosok által tesztelve, végül az elit alakulat, ha szabad így fogalmazni, ez egy 4 fő, az lesz meg az ősz folyamán, akik közül bárki alkalmas űrhajósnak. Hogy mi kell hozzá? Hát nem azok a fizikai kondíciótesztek vannak, mint 50 évvel ezelőtt, de azért nagyon komolyak azok is. Fizikai állóképesség, rendkívül erős mentális állóképesség, mert itt a személyiségen múlik minden. Tehát itt nagyon izoláltan, rendkívül nehéz körülmények között, nagyon szűk helyre, nagyon nagy stressz, állandó nagyon nagy stressz szintben dolgozni kell. Amikor az űrhajósok itt voltak az űrhajós találkozón a ősszel, akkor elmondták, hogy 70-75 decibel állandó zajterhelés van az űrállomáson, mert ez egy gép. Akkor van baj, ha csönd van, ugye? Hát akkor valami elromlott. Most ezt gondoljuk végig, tehát egy ilyen hengerben élek fél évig, és 75 decibel zúg körülöttem örökké. Alig várják, aki ki tud jutni, hogy kimehessen űrsétára végre. És amikor megcsináltam, amit meg kell, és az űrséta alatt, 5 órás űrsét alatt 5-8 kilót fogy egy űrhajós. Úgyhogy a női hallgatók ilyenkor mindig elgondolkodnak rajta, hogy akkor legközelebb beadják a jelentkezésüket, mert az egy... De ezért ez egy kemény, tehát ez a jelzés, ez mutatja, hogy mit jelent, hogy ekkorát fogynak. És utána például Oleg Kotov mesélte, hogy így eltolta magát egy kicsit az űrállomástól, és csak nézte a Földet, és próbálta magát regenerálni. Na most ehhez még ráadásul nagyon komoly koncentrációképességgel, ezt külön tesztelik, és akkor jönnek még a szakmai tesztek, mert hiszen ugye itt dolgozni kell, itt orvosokat, mérnököket, tudósokat, olyan embereket keresnek, akik ott minden percben, itt az űrhajós idő az, ami ennyire sokba kerül, hiszen ez egy kutató laboratórium, ahova eddig a nagyon kevés, összesen a 8 milliárd emberből van 570 valahány űrhajós. Úgyhogy ennyi, amit most dióhéjban. Még egy gondolat itt a hazai űrhajós programhoz kapcsolódóan, mert
Nyilván, hogyha az ember rákeres arra, hogy hogyan lehet feljutni a világűrbe, rögtön lehet látni azt, hogy azért vannak olyan cégek, akik űrturizmusra is már kezdenek szakosodni, és kínálnak hasonló lehetőséget. Tehát itt a Magyar űrhajós programban mi egy magyar kutató űrhajóst fogunk majd földkörüli pályára engedni, és itt a kutató szón van a jelentős hangsúly, tehát nem egy magyar űrturistát fogunk felküldeni. A pár hónappal ezelőtt a minisztérium felkérésére én is ott voltam egy egyeztetésen az Axiom Space-szel, ahol elég sokszor hangoztattuk kint Dubájba, ahol elég sokszor hangoztattuk számukra, hogy nem, Magyarország nem egy űrturistát fizet be, hanem egy kutató űrhajós fogunk felküldeni a világűrbe. És nem csak azért jelentős ez a magyar űrhajós program, mert hogy lesz akkor még egy magyar ember, aki feljut a világűrbe, hanem még egyszer azért 76 éve van hazai űrtevékenység. Itt Orsolya elárult az, hogy több mint 40 cég van. Hogyha megkérdeztük volna este 6 órakor, hogy hány ilyen céget tudnak felsorolni a jelenlévők, akkor lehet, hogy ez egy nehezebb kérdés lett volna, vagy felsorolni a hazai űrszektornak a hozzájárulását a világ tevékenységéhez. Tehát hiába végeznek a hazai szakemberek nagyon jó munkát, még mindig azt érezzük, hogy itthon ennek az ismertsége az még nem annyira ismert, mint mondjuk a másabb jellegű területeké, úgyhogy ezt a űrhajós programot erre is szeretnénk, mint Magyarország felhasználni, hogy kicsit népszerítsük jobban az űrkutatást, az űrtevékenységet. Úgyhogy nekem már a kisrányom is rácsodálkoztak arra, hogy majd beszereznek ők is egy űrhajós ruhát maguknak. Köszönöm, nekem is néhány gondolat eszembe jutott. 98-ban voltunk Houstonban egy konferencián, még a technológia tanszékkel itt készítettünk egy Huszár nevezetű kis robotot, ami egy homokozóban mozgott is és működött. Tehát alapvetően a Marsra is már nagyon korán készülünk, és hát megvan a jogalap, hiszen a magyar szakemberek már a Marson is ott jártak. Sok tényező kapcsán krátereket nevezhetünk el, mi magyarok, a Merkuron, a Vénuszon, a Marson, a Holdon, és így tovább. Úgyhogy ott bemutatták nekünk akkor már kiképzett hölgyeket és urakat, akik a Marsra mentek volna 2000-ben, aztán csúszott a londoni olimpiai évére 2022, tehát nem egyszerű dolgok. A Marsra eljutni, hát ez egy egész más dolog, mint a Holdra. Ami az embernek eszébe jut, hogy persze súlytalanság, nehéz enni, nehéz összeporszívozni a fürdőszobába, vagy a hölgyek nem is szeretik a hosszú hajat a világűrbe, mert a víz sem úgy működik, és semmi sem. Emlékszem az ilyen megbeszéléseken, hát lesz magyar kutató űrhajósunk, oké, és akkor jöttek az orvosok. Jó, napi 5 vérvételt kérünk, 6 vizeletvételt, mert mindenki szeretne tudni minél több adatot, ugye az adat az kincs, úgyhogy nagyon kemény az űrben megfelelni ezeknek, és persze nyilván nem annyira centrifugálják ki őket, mint annak idején Farkas Bertalanékat, de azért ez egy óriási terhelés. Ha jól emlékszem, John Glenn kérték meg még egyszer, időskorában repüljön, repült is 77 évesen, kibírta, de nem esett neki jól, de mint űrturista, azt hiszem a körkapitánya, a színészt kilőtték egy kis űrugrásra, úgyhogy már nem Glenn a rekorddel. Tehát bírja az ember idősebb szervezetben is, de azért keresik a tényleg mentálisan és fizikálisan is azokat, akik ezt el tudják viselni. Nem egyszerű dolog, gondolom. Nagyon érdekes, mikor az ember beszél a gyerekeknek, kicsiknek, és akkor te mikor voltál a világűrbe, kérdezi az óvodás. Ugye, mert úgy gondolja, hogy minden csillagász, vagy az mind a világűrben van, és oda el lehet jutni. És akkor az ember mondja, hogy hát igen, a pelenkát se neked találták ki, meg a tépőzárat se azért, mert az óvodában nehéz megtanulni a masni kötést, hanem a világűrből jönnek ezek a dolgok, és valóban tényleg, ahogy itt elhangzott, hogy egy-egy asztal mellett, egy sör mellett jönnek olyan gondolatok, amiről az ember nem is gondolja, hogy ez megfelelő kitartással, akár Baj Zoltánra visszatérve, hihetetlenek tűnik, de ugye egy nemzetnél se vagyunk alávalóbbak. Az ember mindig azt hiszi, hogy olyan picike. Nekem is volt szerencsém 11 néhányszor menni az USA-ba, és még tanítani, és visszahívtak, és én engem, és mit tudok én mondani, és rájött az ember, hogy hát az amerikai professzor sem okosabb, mint mi. Tehát tényleg azt tudom mondani ilyen nem is őszülő, már megőszült halántékkal, hogy mindenki higgyen magába. Vannak olyan ötletei mindenkinek, amiből, ha kitartó, akkor nagy dolog lehet, és főleg ilyen körbe, ahol tényleg ennek
olyan alapjai vannak, ahova önök is tartoznak, hogy az űrkutatásban is egy óriási lehetőség van, és csak hajrá próbálják meg ezt érvényre juttatni, vagy gondolkodjanak el rajta. A kettő is. Itt elhangzott a hosszú távú űrutazás. Pár évvel ezelőtt egy nemzetközi szervezet tagjaként sokat beszélgettünk a hosszú távi űrutazásról, tehát mondjuk a Marsra való eljutásról. És hogyha már itt egy tehetséggondozó esten vagyunk, csak így ilyen gondolatmorzsaként, ugye vannak az űrhajósok, akik feljutnak földkörüli pályára, eltöltenek ott pár napot, vagy pár hónapot, de hogyha arról beszélünk majd, hogy pár év múlva elindulnak az emberek kicsikét hosszabb távra, akkor előkerülnek olyan hétköznapi szempontból banális kérdések, amelyeknek nagyon súlyos etikai következményei lehetnek fent a világűrbe. Mondjak egy apró példát, ha itt eltöröm a Földön az ujjamat, semmi gond, vagy befor magától, vagy elmegyek, megröngenezik, begipszelik, és utána előbb-utóbb rendbe fogok jönni. De mi történik akkor, hogyha egy baleset történik felem bent az űrállomáson, és egy banális baleset, ami itt a Földön gyógyítható lenne, az űrben nem gyógyítható, de még nem haltam bele, hanem majd csak 3 hét múlva fogok, és addig fogyasztom a levegőt, és eszem az ételt az űrállomáson. Mi történik akkor, hogyha hosszú távú űrutazásnál nagyobb űrhajós csapat érkezik, férfiak, nők vegyesen, és mégiscsak rádöbbennek ott arra, hogy ők szeretik egymást, és teherbe esik az egyik hölgy űrhajós. Mit tudunk kezdeni ezzel a szituációval? Szóval van egy csomó olyan kérdés. Lehetséges-e egészséges embriónak? Van-e esélye ott egyáltalán, hogy kihordják és megszülessen? Szóval van egy csomó olyan kérdés, ami olyan nagyon hétköznapi kérdésnek tűnik itt lent a Földön, és mihelyt magasabbra kerülünk, vagy távolabb a Földtől, ezek fel tudnak merülni, és ezek között vannak olyan kérdések, amelyeknek az átbeszélése az nem csak sörökön át nyúlik, hanem nagyon hosszú, vagy nagyon sokáig tartó tudományos vitáknak a tárgyát képezi a mai napig. És ha még lehet, hogy visszatérünk, most visszanyúlnék, elhangzott az Apollo-Szajusz összeköttetés, a 70-es években történt, és hát utána a nemzetközi űrállomás elkészült, működik, amit most ugye különböző nemzetek űrhajósai használnak, meddig? Tehát mi várható? Egy űrállomás, azt tudjuk, hogy az autónk az rozsdásodik, vagy folyik az olaj belőle, amíg ugye van olaj benne, vagy hát valahol lehet, hogy lesz később is elektromos kocsiknál. Tehát, hogy mi van egy űrállomással, amit fölhordtak, lehet javítgatni, meddig működik, vagy mi az élettartam, meddig hosszabbítható, mi a terv? Hát ugye tehát eredetileg tervezetten azért az élettartama lassan lejár az űrállomásnak 2024, aztán szó volt róla, és úgy is történt, hogy 2030-ig meghosszabbították. Ami most van feszültség, az nem az űrállomás élettartamával függ össze, hanem az űrállomást üzemeltető és fenntartó nemzetek között a földfelszínen kirobbant politikai konfliktusnak köszönhető. De hát azért ezzel együtt egy nagyon-nagyon erős sugárzásnak kitett, anyagfáradásnak kitett rendszer. Tehát előrekszik, akármit is csinálunk vele. És ebben az esetben el kell majd hagyni, és bár az embernek főleg mérnökként vérzik a szíve, mert ez egy műszaki csoda, 500 tonna, ha jól tudom, a körül van valahol, és egy ekkora méretű objektumot még nem rakott össze az emberiség, mint az ISS, de el kell engedni, be fog térni a légkörbe, és remélhetőleg kontrolláltan és irányítottan, de részben elég, részben pedig be fog csapódni valahol, valamelyik óceánba. Na most mit lehet ilyenkor csinálni? Az egyetlen adja az, ami eddig is történt, hogy amikor egy-egy űrállomás úgymond előregedett, és hát leérkezett, hogy addigra ott van a következő. Tehát folyamatosan hosszú távú fenntartózkodással vagyunk jelen a 70-es évektől, az első orosz űrállomásoktól kezdve. Egyébként jelenleg is van fent egy új űrállomás, a kínai, a Mennyei Palota 2, amit úgy összeraktak egy fél év, egy év alatt a kínaiak az első modul felérkezésétől kezdve, hogy csak nézünk, és most is vannak rajta űrhajósok, férfiak is és nők, női űrhajós is, ő most fél évet lesz fenn, azt hiszem a második kínai női űrhajós. Tehát biztos, hogy jelen leszünk továbbra is. Ami az ISS-nek az igazi varázsa volt, azon kívül, hogy nagyon nagy méretű, ténylegesen, és nagyon komplex, rendkívül bonyolult, sok funkciós, nagyon sok mindent meg tudtak benne valósítani, külső robotkaros szerelést, tehát sok mindent bebizonyítottak, hogy az Egyesült Államok, Oroszország, Kanada, Japán
az Európai Űrügynökség, és számos kisebb nemzet is részt vett a különféle részegységekben, olyan együttes működést valósított meg, ami ténylegesen végre egyszer megmutatta, hogy az emberiség képes rá, hogy a lehető legkomplexebb feladatokat együtt oldja meg. És valóban, amikor kimegyünk a világűrbe és visszanézünk a Földre, akkor tudatosul bennünk, hogy egyébként jelen pillanatban mi is űrhajósok vagyunk, mert azért a Föld sem különbözik elméletileg sokban egy űrállomástól, egy zárt rendszerről beszélünk, hát energiaforgalmában nem, mert a nap süti, de anyagforgalmában zárt rendszer, ahol nagyon-nagyon csínyán kell azzal bánni, hogy ne roncsuk el az egyes alegységeknek a működését. Ez is egy nagyon bonyolult, összekapcsolt, sok modulos rendszerként is felfogható kérdés. És amit látunk, ez a földmegfigyelésnek is az eredménye, ugye az Earth Observation, az Európai Űrügynökségnek a legnagyobb költségvetésű fejezete a földmegfigyelés, hogy, és ezt is mind az űrkutatásnak köszönhetjük, hogy ennek a kényes helyzetnek, amit a Föld élet, tehát a Földön lévő életnek a megmentése érdekében a legmagasabb szinten kell együttműködnünk, technológiai szinten is. Ennél rosszabbat elképzelni sem tudok, mint hogy jelen pillanatban gyakorlatilag azok a nagyhatalmak, űrnagyhatalmak, akik bizonyos technológiáknak akár csak kizárólagosan is birtokában vannak, de legalábbis nincsenek sokan, akik ilyeneket tudnak, most éppen nem akarnak egymással beszélni. Ez sajnos az egész emberiségre nézve rossz üzenet, mert a komplex globális problémákat megoldani nem fogjuk tudni külön-külön, csak együtt. Ez az, amit egyébként megtanít nekünk az űrállomás, ahol együtt kell működni, és ezért szeretném, hogyha a következő űrállomás is nemzetközi lenne, mert ezt a példát folytatni kell. Itt még egyszer csak azt szeretném aláhúzni, amit mi, akik űrkutatással foglalkozunk, így sajnálattal olvasunk ki a napi hírekből. Szóval a 2010-es években bármilyen konfliktus volt, akár 2014-ben Ukrajna és Oroszország között, ez semmilyen módon nem érintette az űrkutatási együttműködést. Tehát akkor is, amikor a krími félszigetre bevonultak az oroszok, akkor is eléggé feszült volt a politikai helyzet a Földön, de a világűrben tökéletesen jó együttműködés volt űrterületen. Úgyhogy ezért nagyon meglepő, gondolom mindannyiunk számára, amikor olyanokat olvasunk a hírekbe, hogy azzal fenyegetőznek valakik, hogy az űrállomás az hova tudna éppen leesni, vagy hova nem tudna leesni, mert ez nem volt jellemző egészen idáig az űrpolitikára, az a feszültség, amit sajnos érzékelünk. Bízunk a legjobbakba, és ha már űrállomás, nyilván lesz következő űrállomás, űrállomások. Még egy utolsó kérdésként, mondjuk a következő egy évtized. Mik lehetnek a legforróbb témák? Tehát a Holdra visszatérni, Mars az állandóan napirenden van, már több nemzet is köröz, leszáll, de azért oda embert küldeni, hát ez egy nehéz dolog. Vagy a Föld körül van keresni való olyan, amit eddig nem vizsgáltunk. Tehát mik azok a területek, ahol vártok a következő egy évtizedben legnagyobb aktivitást? Hogyha megint itt mondhatok provokatív dolgokat a következő egy évtizeddel kapcsolatban, nagyon jól tudjuk szennyezni már a Földünket, ténylegesen a fizikai értelemben, és ezt elkezdtük a világűrrel is, azáltal, hogy egyre több és több műholdat bocsájtunk Föld körüli pályára, akár itt a különböző műholdas konstellációk, amelyek persze nagyon jó 5.-6. generációs internetet fognak majd nyújtani számunkra, de eléggé tele lesz az alacsony Föld körüli pálya. Úgyhogy szerintem a következő egy évtizednek az egyik nagyon kritikus kérdése az, hogy mit tudunk kezdeni azzal a helyzettel, hogy megjelentek magáncégek ezen a területen, akik tudnak műholdakat indítani. Itt hadd hozzak megint egy példát a közelmúltból. Ott van az Elon Musk féle Starlink rendszer, és azért példálózunk ezzel, mert nekünk már van egy több mint, vagy közel 2000 műholdban álló hálózata. A kínaiak, az oroszok, az európaiak, mert még az angolok is terveznek több száz műholdban álló konstellációkat Föld körüli pályára helyezni, vagy akár több ezer műholdban álló konstellációkat. Szóval ezek a műholdak a Föld körül keringenek, minden egyes műholdnak nyomon követjük a pályáját, van a pályára egy becslésünk, és hát időnként ezek a műholdak ütköző pályára kerülhetnek. Mit tudunk csinálni akkor, amikor két műhold nagyon közel kerül egymáshoz? Az, hogy ütköző pályára kerül, ez nem jelenti azt, hogy össze is ütköznek feltétlenül, csak a pályaszámítások azt mutatják, hogy nagyon közel kerülnek egymáshoz, és mivel van egy hiba határ, amivel dolgoznak a pályaszámítások, ezért azt mondjuk, hogy ez akár össze is ütközhetnek. Szóval mi történik akkor, amikor ezek összeütköznek?
nének, hát valakinek ki kell térni a másik elől. És hát ez sajnos nem úgy működik, mint az amerikai filmben, hogy mindenki így fogja bőszen a kormányt, és majd valaki félre rántja, azért ennél szofisztikáltabb módon történik ez a műholdaknak a világában. És hát pár hónappal ezelőtt Elon Musknak az egyik műholdja az ütköző pályára került az Európai Ügynökségnek az egyik műholdjával, amit európai adófizetők pénzéből építettek. Elon Musk azt mondta, hogy ő nem lesz hajlandó kitérni, térjen ki az Európai Ügynökség, és nem volt más döntés az ESA-nak, mint vagy veszni hagyja a több száz millióba kerülő műholdat, vagy kitér. Kitért, de hogyan tudunk kitérni egy műholddal, ami a világűrbe kering? Hát úgy, hogy bekapcsoljuk a hajtóműveit és pályát változtatunk. Ezáltal csökkent a műholdnak az élettartama, ameddig a pályán tud maradni. És ez csak egy kis apró konfliktus, ami előfordult az elmúlt időszakból. Ha láttátok a Gravitáció című filmet, az nagyon jól megmutatja azt, hogy mi történhet akkor, hogyha elkezdenek a műholdak összeütközni egymással, és bekövetkezik a Kessler-szindróma, és a Föld körüli pályát azt teljesen teleszennyezzük. Szóval, hogyha a következő 10 évre kell mondani valamit, akkor én azt a bizadalmamat vagy hitemet szeretném megfogalmazni, hogy nem fogjuk megtapasztalni, hogy mit jelent a Kessler-szindróma a valóságban. Az, hogy a műholdak egymásba ütköznek, és megsemmisül az alacsony föld körüli pálya, mint pálya. Itt harangszóra csak néhány gondolat még. 100 éve még Einstein úgy gondolta, hogy léghajókkal ugye oldják meg a közlekedést. Ma mondhatnánk egy fapadossal, átmegyünk Londonba vacsorázni, vagy inkább az angolok jönnek ide vacsorázni Budapestre. Tehát egy abszolút elérhető és nem is drága dolog. Most egy újabb 100 év múlva, én abban bízom, hogy talán még az életemben, nem tudom, hogy a Holdon lesz bázis, ezt erre készülnek, és a Kína csak úgy leszállt és mintát hozott, tehát már nem csak Amerikának van mintája, meg ugye az orosz is még annak idején, bár gépekkel, de van mintája. Tehát a Hold mindenképpen egy célpont lesz, és talán a Mars elindulásához is a Hold lesz a lehetőség, mert a Földről kilőni egy ilyen nagy rakétát, ilyen sok hasznos teherrel, ami elegendő lenne egy ilyen úthoz, az bizony elég nehéz, sőt azt hiszem lehetetlen is. Ezt a fizika talán jobban tudja, de föld körüli pályán már tudunk legózni, ugye mind a két stadionnyi méretű űrállomás napelemtáblái, úgyhogy bízom benne. Hát a Marsról én már kezdek lemondani, mert már 2032, ha jól tudom, amire a NASA elcsúsztatta, úgyhogy biztosan eljutunk, a világegyetemet ugye megismerhetjük, mondja Einstein, csak végtelen sokáig tart. Azért arra gondoljunk, hogy ha hullócsillagot látunk, és mi magyarok mindig kívánunk, hogy ősatyáink lelke menjen az aranyjurtába, ezért nem magunknak kívánunk, hanem őseink lelkének. Az ott most egy része az űrcsavarhúzó és napelem tábladarab, ami a Föld légkörében, de attól még hihetünk a hullócsillagokban. Köszönöm. És akkor a hazai 10 év? Igen, egyébként nem tudom, hogy a magyar legendárium mit mond a csavarhúzóról és a napelem tábláról, de lehet, hogy ott is érvényes az ilyen jó kívánság. Próbáljuk ki. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar terveket a Nemzeti Űrstratégia 2030-ig reálisan vázolja. Akit érdekel, a space.kormány.hu-n megtekintheti. Gazdasági fókuszú, tehát kicsit száraz anyag pont emiatt, de pontosan azért, hogy a realisztikus irányokat fogalmaztunk meg benne. Zászlós hajóprojekteket, ugye az űrhajós programot, ami egy accelerátor, az egyetemi képzésfejlesztést, az iparfejlesztést, a műholdprogramot, tehát ezeket elég jól tudtuk definiálni, mindegyik olyan cél, ami elérhető és reális és racionális. A feladatunk az, hogy Magyarország szerepét megerősítsük azokon a területeken, ahol már most kompetenciával rendelkezik, és akár regionálisan egy vezető szerephez juttassuk, ahol pedig még nincs kompetenciánk, ott pedig lehetőség szerint minél hamarabb szerezzünk valamilyen szintű jártasságot. A nemzetközi kapcsolatrendszer erre abszolút nyitott. És egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy hiány szakma, tehát nem tudunk elég embert képezni. Az is egy kis színes hír volt a sajtóban, hogy a NASA-nak jelenleg éppen egy űrhajós hiánya van. Kevés alkalmas embere van, több kellene, sok programjuk van, nő a létszám, ha valóban elindítunk egy holdbázist, ott váltó személyzet kell, és azért ugye emelni kell a létszámot, és nem olyan egyszerű ez. És pontosan emiatt bőven nyílik tér. Nem tudunk elég mérnököt kiképezni, az űrélettani tapasztalattal bíró orvosok száma szintén biztos, hogy emelkedni fog.
fog. A jogászokban nem lehet eleget képezni, hiszen ahogy itt egy pár jogi aspektust vetettünk föl, még arról nem is beszéltünk, hogy ugye az űrbányászat milyen kérdéseket nyit ki pillanatokon belül, vagy a Holdon folytatott bármilyen aktivitás, amire jelenleg semmilyen válasza nincs az emberi közösségnek együttesen, konszenzuálisan. Tehát itt nagyon komoly jogi kérdések merülnek fel, tehát nem tudunk elég embert képezni ahhoz képest, hogy a technológia hol tart. Természetesen mindennek az alapfeltétele, de nem csak az űr szektornak, hanem az emberi civilizációnak is, hogy a Földön béke legyen, és nyugalom, és konstruktivitás. Tehát arra az esetre senkinek nincs válasza, de nem csak nekünk, semmelyik másik gazdasági ágnak, vagy szektornak sem, hogy mi van akkor, hogyha eszkalálódik egy olyan földfelszíni probléma, ami miatt ellehetetlenül az együttműködés. Én nagyon-nagyon remélem, hogy idáig nem jutunk el. Hálásan köszönöm miniszteri biztosasszonynak és tanárulaknak is ezt a tartalmas beszélgetést, sok pontot érintettük. Köszönöm szépen, hogy elfáradtatok és itt voltatok velünk.